Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Mi alatt imádtuk az Urat, az az ige jött úgy bennem, hogy kész a ló az ütközetre, de az Úré a szabadítás. És úgy vagyunk valóban vele, hogy kész vagyunk, itt vagyunk, hogy szóljunk, hogy elmondjuk azt, ami a szívünkön van, szívünkben van, de valójában az Istené az a szabadítás, az az áldás, amit ma estére elkészített nekünk is, akik itt vagyunk, és azoknak is, akik majd meg fogják ezt nézni. Legyen áldott mindegyikötök élete. A János 8-nál tartunk jelen pillanatban. Ez a harmadik összejövetel erről a részről, úgy tudom. Egy volt a vérfolyásos asszonyról, vagy a házasságtörő asszonyról, egy a 12. versről, és akkor most jön a harmadik alkalom erről. A Biblia nagyon világosan két dolgot mond Istenről, hogy amit kijelent, azt jelenti ki, hogy Isten a szeretet, és mindaz, aki szeret, az Istentől született. És azt mondja a Biblia, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. És a másik nagy dolog, amit Jézus, illetve amire az Isten igéje kijelent, hogy Isten maga a világosság, és semmiféle sötétség nincs az Istenben. Tehát mielőtt napot, holdat teremtett volna Isten, Isten már maga volt a világosság. És Jézus ezt jön kijelenteni, és Jézus erről beszél, és ott a 12. vers rögtön elindítjuk, elkezdem olvasni, még csak egy gondolatot engedjetek meg. Amikor ott a tornácnál ott Jézus ott van, és a szolgálat folyik, és elhangzik az a csodálatos ige Jézus szájából, hogy aki hisz én bennem, annak a bensejéből élő vizek folyamai fognak áradni, akkor ott már este volt, mert azt mondja, hogy este fölkiáltott Jézus, és akkor ott fáklyák voltak. És fáklyákkal világítottak, ez volt a szokás, és a dicséretbe átmentek az éjszakába, hogy Isten dicsőítő zsoltárokat énekeltek. És Jézus ekkor mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És akkor innen olvassuk most a 12. verstől. Tehát Jézus nagyon valóságosan utal arra, amiben pont ott vannak, hogy fáklyák égnek, dicséret van, ott vannak boldogan az emberek, sátoros ünnep van. És akkor a 12. verstől újra kezdjük. Ismét szól azért hozzájuk Jézus, ezt mondván. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mondának azért a farizeusok, te magadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Felele Jézus és mondta nekik, ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz, mert tudom honnan jöttem és hová megyek. Ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem, egy. Talán itt egy picit álljunk meg, és akkor mindjárt átadom a szót, csak egy gondolatot itt engedjetek meg, hogy amikor Jézus kimondja ezt, hogy én vagyok a világ világossága, akkor azonnal, mindig amikor Isten szól, én észrevettem az életemben, amikor egy kijelentés van az életemben, vagy valami áldás, szól az Isten, akkor rögtön ott van a gonosz, és rögtön belém mar, belém támad. Tehát azt akarja az életünkbe elhozni, hogy ne maradjunk azon az úton, ne maradjunk abba a világosságba, amibe az Isten bennünket belehelyezett. Nem magunktól kerestük a világosságot, hanem egyszerűen az Isten ránk ragyogott, és világosságot gyújtott a szívünkbe. Azt mondja a példabeszéd 4.18, az egyik kedvenc igém az életem folyamán, azt mondja, hogy az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnalnak a világossága,
amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Tehát Isten elhívott bennünket egy világosságra, ő maga a világosság, megvilágosította a mi életünket, ezért világossá váltunk. És mivel világítunk, teljesen nyilvánvaló, meg vagyunk pecsételve a homlokunkon, amit ugyan nem látunk, de a Szent Szellem pecsétje rajtunk van, ezért ki vagyunk téve a célkeresztnek. Értitek? Tehát azt mondják emberek, hogy hát nem gondoltam volna, hogy ennyi háborúságom lesz ezen az úton. De ne törődjetek vele, mert Jézus is, hát ezt olvassuk, már hetek, hónapok óta azt olvassuk, hogy állandóan Jézus mond valamit, állandóan belekötnek, állandóan fogást keresnek rajta. Mert a sötétség és a világosság egymásnak feszül. A gonosz és a jó, a szeretet és a gyűlölet mindig egymásnak feszül. De mi már azon az oldalon vagyunk, ami az Isten országa. Isten bevitt az ő országába. Emlékeztek, hogy múlt héten itt volt ez a Robi nevű fiú, aki Veszprémből jött. Igen. És azért elmesélném, hogy mi történt utána, akkor csak hatan maradtunk itt. Nagyon nagy dolog. Amikor ti már elmentetek, akkor ott a Gyula meg a Laci leültek, nem tudom ki volt veletek. Igen, Márti és még valaki. Lili. Akkor itt kicsörögtünk hatan. Ott is volt. Én meg ott ültem. Ott is volt bizonyság. A Robival. És próbáltuk kideríteni, hogy akkor most neki szólt az úr, hogy neki most jönnie kéne ma. Ugye ezt elmondta. Akkor ma. Tegnap múlt héten ma. Igen. És akkor próbáltuk kideríteni, hogy végül is mit akarhatott az Isten, hogy minek jött ő ide. Aztán a dolog oda jutott, hogy ő hisz Jézusban, meg ismeri az Urat, de ő úgy nem telt be még Szent Szellemmel, ő még azt nem élte át, hogy az Istennek az ereje, a közelsége, a szeretete úgy átjárja az egész lényét, az életét, és ezt szeretné. Hát akkor ott röviden beszélgettünk arról, hogy mit mond az írás a Szent Szellemről, és hát utána imádkoztunk. És azt figyeltem meg, hogy amikor már nem is volt rajta a kezem, csak így dicsértem az Urat, hogy milyen jó, hogy ő most megcsinálja, amit megígér, és a Szent Szellem, a Robi, azt láttam, hogy a Robi így zsibong, és mondja, hogy ő nem tudja, mi van vele, de az egész teste zsibbad, és hogy ez most micsoda, elmondom, hát a Szent Szellem ott bizsereg benned, és egy idő után azt mondta, hogy ő neki most annyi energiát érez magában, hogy ő neki futni és ugrálni lenne kedve. Hát mondtam, Robikám, hát akkor fuss és ugrálj. Szabad a pálya. Itt senki nem akadályoz ebben meg téged, úgyhogy itt föl, alá rohangászott, ugrált itt a szobába, hát itt néztünk mi, hogy jól van ő, nagyszerű, örültünk neki, meg mi is élveztük ezt, hogy az úr. És hát boldogan elment vissza Veszprém városába, azért nem tudom, mi van bele. De lenne egy merényletem a Krista és a Klári ellen. Nevezetesen arra gondoltam, hogy esetleg ha és amennyiben lenne kedvetek elmondani, hogy mi történt ma veletek, hogy ti ma születtetek újjá, az nagy áldás lehetne sokaknak. Lenne kedvetek ehhez esetleg? Igen. Akkor a Klaudia próbálja letenni a Dávidot, és a kamerával odafordulni, és ráfókuszálni valahogy a Krisztára, vagy a Kriszta jöjjön egy kicsit idén, vagy valami. Úgy is jó, te ügyj, jöjjön nyugodtan le, majd a kamera az igyekszik. Mert én Ugrás Krisztina vagyok, 300 kilométerről utaztam föl ide. Én sem tudom, hogy miért. Én nem ugrálni, meg szaladgálni szeretnék, hanem akkor a béke van rajta, hogy itt fogok aludni. Ugyanis én 10 éve küzdöttem pánikbetegséggel, és már most odáig fajult a dolog, hogy mindentől féltem az égvilágon. Egy sétálást, egy agyvérzést fogok kapni, itt fogok összeesni, tehát minden helyről támadott a gonosz, ahonnan tudott, és el is ért sajnos. És most azt érzem, hogy ezek a félelmetnek rettenetesen hálás vagyok, mert ha ezek nincsenek, soha, szerintem soha nem jutok el odáig,
hogy abból a megrögzött bűnközpontú vallásosságból ki akarjak jönni, és be akarjak merítkezni. Én nem tudtam, hogy ma be fogok merítkezni. De bemerítkeztem, és csodálatos volt, most is csodálatos. Jézus itt ül mellettem, konkrétan olyan érzésem van, hogy na végre lányom, hát már mióta. És kiskoromtól kezdve tudom egyébként, hogy ő akar engem. A nevemet én mindig mondtam, hogy a Krisztina azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozunk. Tehát már eleve ezért. Nincs olyan, hogy nem. És azzal a tudattal elmenni most már innen, hogy bármilyen félelem jön, azt most már nem nekem kell küzdeni, azt ő. Ki mondja, hogy na most már ez az én saram. 10 éve nem volt egy nyugodt estén, nem tudtam elaludni, éjszakai vízlevelt fel kell ülni, itt esek össze. És nagyon remélem, hogy ma este egy akkorát. És már szállt engem is a Szent Szellem rendesen. Ugye beszaladtam én egy verset, egy hadsoros, ha most azt felolvastatom, és én akkor ezzel ezt le is zárom. Tehát én ezt éltem át a bemerítkezés után. De ezt felállom. Drága Jézusom, lásd, hazatértem. Hol van a vádlom, mondd, kitől eddig féltem. Mi ez az öröm bennem, ez a földön túli béke? Drága Jézusom, hát hazatértem végre. Mindig ismertelek, érezte a lelkem. Tudtam, hogy te írod minden egyes versem. Tudtam, hogy hívogatsz, szelíden, kedvesen. Szeretlek egyetlen édes mesterem. Az óember meghalt, s élő lett a hit, mert te vagy az Isten báránya, ki elveszi a világ bűneit. Hát ez óriási volt. Hát én mindentől meghatódom. Most így ettől is. Az jó. Szitert Márik vagyok. Hát én tudatosan jöttem ide. Keresem az Urat, vagy úgy érzem, hogy kicsit már bennem volt, van, de most már úgy érzem, hogy remélem, hogy jól érzem, hogy bennem van. Voltak problémák az életemben, és megoldódnak. Sorra megoldódnak. És én a hálám miatt jöttem ide tőle. Nem volt a szívemben újabb kérés, hanem csak így akarjuk. De azt tudom mondani mindenkinek, hogy nem gondoltam volna, hogy talán úgy tudom megfogalmazni, hogy én amikor láttam valakit, aki hívő, akkor nekem az úgy volt, úgy jött el, hogy hát jó, hát hisz, tök jó, örülök neki, jó látni, és én úgy éreztem, hogy én is hívő ember vagyok, és amit én érzek, az úgy az apa font. Tehát, hogy egyházi iskolában jártam, Szűz Máriát játszottam templomban, és én azt hittem, hogy én az én kis imádságaim, mert így a családommal imádkozunk, nem feltétlenül minden este, de hogy nekünk így ez az Istennel való kapcsolat. És rájöttem a nagy bajomban, hogy nem, ez semmi, ez semmi. És akkor kezdtem megérteni, hogy mások éreznek többet, tehát hogy akkor lehet, hogy nálam is lehet több. És forogtam a saját problémám körül, amit nem tudtam megoldani. Tehát általában mindig megoldok mindent. Tehát róla mindenki azt tudja, hogy én aztán megoldok mindent. És van egy gondom, amit nem tudok megoldani. És így elengedtem. És így az volt még épít, az volt belülön. És én bemerítkezés előtt éreztem, hogy már épülök. És remélem, hogy így haladok tovább. Biztos. Nem szeretnék így többet, és meg hát a gomá úgy sem lenne értelmes szóra, de hálás vagyok itt mindenkinek, tehát hálás vagyok, hogy Takács Ferinek, hogy elmondta velem a megtérő kimenetelt, az ott onnantól kezdve egy erős fordulat volt, és már várom, de mondom, nekem nincs, tehát hogy ha nekem már így ennyi, hogy érzem, hogy nem kell félnem, és ezek elmúltak, tehát nekem azóta a megtérő kimája óta olyan napi félelmeim, tényleg éjszakai
félelmek voltak, nem tudtam aludni, és én határozott nő vagyok, én ezeket le tudom állítani általában, tehát jön valami nyavajám, akkor én épp-étszer elmagyarázom magamnak, hogy ez hülyeség, és ez nem az én munkám volt, tehát ez annyira erősen érzem, hogy nem az én munkám volt. És nekem több ponton szólt az út, tehát hogy ezt az egómat, meg ezt a majd én megoldom dolgomat így besegített. Szólt a Biblián keresztül, tehát hogy vettünk egy házat, vagy nem tudtam, hogy jó-e, hogy vettünk, tehát hogy már erőnkön fölül felújítjuk, és akkor a gyerekeknek beleragadt valami játék a Bibliába, amit évekkel ezelőtt nem nyitottam ki. És akkor felnyitom már, ha már beleragadt ez a repülős valami, beleragasok, tehát így indult. És akkor az volt benne, hogy kapartassék le a házról minden olyan, amit le kell kaparta, de nem szó szerint idézni. Na, és akkor már két hónapja tapétát kapartam. És akkor volt ilyen, hogy egy zöld repedés van a falon, ami a gonoszságnak és tisztuljon meg, és van egy megmagyarázhatatlan hatalmas zöld repedés a kanapé mögött, amit nem tudjuk, hogy ott nem lehetett fűtőtest és belülről, és akkor persze ezeket mutattam a páromnak, hogy ezeket meg kell javítani, mert itt van a Bibliában, hogy így tisztul meg a ház, és szólt az úr, és én ezzel bizonygatom otthon a nem hívő családtagjaimnak, hogy nem tudott volna nekem a Biblia semmi más soron keresztül szólni. Tehát úgy érzem, hogy nem voltam így ennyire a hit közelében, és talált egy olyan dologban, ami pont kérdés volt bennem, hogy jó döntést hoztunk el ezzel a házzal, és akkor pont ez, hogy hogyan javítsuk és újítsuk meg és tisztítsuk meg ezt a házat, és láttam benne az értelmet. És utána meg a Krisztiánék, akik hívők, tudják a bajomat, és így mondták, hogy jöjjek el, és azóta egy épülök. Tehát így mondtam, hogy jó, de jövök, vigyetek bárhova, csak oldódjon meg a gondom, és azóta egyben vagyok. És mit éreztél? Mert volt ott valami, azt láttam, amikor bemerítkeztél, ott volt valami? Hát, de nem emlékszel rám, de a megtérő kimájánál gyakorlatilag táncra perdültél, tehát hogy már ott is érződött a megtérő kimájánál, hogy hatott rám emlékszel. Itt pedig a bemerítkezés előtt már egy zsigadás volt. Itt most a bemerítés előtt egy erős zsigadás volt rajtam. És ahogy lemerültem, mert én is azt éreztem, hogy még nem szeretnék maradni. Ugyanez volt az érzetem elnézést Krisztának. És egy ilyen belső béke, belső nyugalom. Tehát felfoghatatlanul nem úgy érzem, hogy nem tudtam annyira kiürülni, mint amennyi kiüríteni valóban bennem, de közben meg most meg azt érzem, hogy folyamatosan öblök, vagy belső mosolyt érzek, és hogy bízom benne, hogy azért nem folyamat lesz, amit kiüríteni. Úgyhogy hálával tartozom nektek is. A Gyulának is, ő is betalált, így mert lehet, hogy emlékszel rám, de igen. Leveleztünk, és a Gyula elmondta neki ezt a történetemet, és egy dallal válaszolt, és az annyira betalált, hogy úgyhogy nekem ilyen lépések vannak, hogy ide jutottam, és így nagyon remélem, hogy itt vagyok. Köszönjük szépen! Én ugyanúgy voltam pár év beteg. A bemerítkezése még, én tudom az egészet. 16-18 évig voltam, és abból volt két vagy három szimptoma, ami megmaradt végig. Én elmével én toltam, meg tudtam, és elég csak egy pár hozzá, hogy én tudom, én nem mertem már kimenni otthonról, agyvérzés ismerős, de minden, amit el tudsz képzelni, és ez mind a hazugság, amit jött Jézus eltörölni. És akkor, amikor bemerítkeztem, akkor ment el két olyan súlyos, amiben, tehát kölcsön kértem a levegőt évekig. Légszomjam volt 18 évig, csak ahhoz mosolyt vágtam, hogy Erdélyben mondják, nem volt olyan széles a mosoly az arcomon, melyik így vettem a levegőt, de amikor bemerítettek itt a Feriék, akkor megváltozott minden.
És azóta is van támadás, mert nem mondja senki se, hogy nem támad, mert fog támadni, hogy az Emil elmondta, ez valóban így van. Tehát azt nem fogjuk mondani persze senkinek se. Tehát ő nem hagyja abba a támadást, amíg itt ebbe a testbe vagyunk, de már sokkal nagyobbak vagyunk, mert nagyobb van bennünk, és az a nem mindegy. Még beszéltetek, majdnem elsírtam magam én is. Csak egy gondolat, és visszatérünk a János 8-hoz. Megelevenedett a halott szellemetek, ezt mondja a Biblia. Amikor valaki bemerítkezik, újjászületik, amikor Ádám és Éva vétkezett, meghalt a szellemük. És amikor újjászületünk, megelevedítik a szellemünk, és azt vesszük észre, hogy élünk. Éltünk addig is, csak olyanok voltunk, mint egy zombik. De amikor Isten föltámaszza a szellemünket, akkor elkezdjük a mennyet meglátni. Ez, amit mondtál a példabeszédben, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes déli. És nincs délután. Tehát ez világos, és úgy marad. Tehát nem, tehát amit mondtál, csak azért jutott eszembe, hogy elkezdődött valami, ez elkezdődött, és ez egyre jobb lesz. És nincs az, hogy majd akkor lekonyul. Itt a természetes szinten konyulnak a dolgok, de itt ez nem fog lekonyulni. És még ehhez kár, hogy elment a Kriszti, csak a bemerítkezésnél, amikor már tudjátok, a fáraó, amikor üldözőbe veszi az Izraelt, és akkor megijednek, és azt mondja, nem ez volt ez, amit szóltunk hozzád Egyiptomban, mondják Mózesnek, hagyj békét nekünk, hagyj szolgáljunk az Egyiptom belieknek, jó lesz ez a bűn, meg szolgaság, meg abszolgás, minden, mert jobb lóna ott szolgálnunk az Egyiptom belieknek, hogy nem, mint a pusztában halnunk meg. Na és volt egy srác egy évvel ezelőtt, aki nem mert úgy nagyon bemerítkezni, mert attól félt, hogy visszajön minden, ilyen, hogy utána nyúl az ördög, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. És mit mond Mózes, ugye a bemerítkezésnek az előképe ez a Vöröstengeren való átkelés. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely Egyiptom belieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Érted? Hát kész, lemegy. Nagyon komoly. Hazudozni hazudozhat, de azok több, azok oda vesztek. Tehát ami utánad akar nyúlni, akkor figyelj, hát ne szórakozzál. Tehát amint te bementél, ott már nincs átjáró. Tehát azok üvöltözhetnek a túloldalról még, akik életben maradtak volna, de azzal meg nem kell foglalkozni. Ennyi. Nincs majd. Úgyis Jézus azt mondta, hogy csak most van, csak vagyok van. És csak a vagyokba tudod elvenni azt, ami tőle van. A következő majd is egy vagyok lesz, nem létezik más, ebben most nem megyek bele, ezt a múlt héten kezdte kifejteni nekem apu a mennyből, és elég komoly, hogyha ezt megértjük, még egy nagyobb felszabadulásunk lesz. Hogy mutatta nekem, hogy csak nekünk megy le és jön föl, mint egy redőny a nap, ahogyan el van ferdítve mondjuk a Földnek a tenge, és ezért van nappal és éjjel. De ha belegondoltok, a nap az nem hagyja abba a sütést, és így van a menny is. Csak nekünk van a mi elménkben ez a fölle. Nekem meg úgy kell gondolkozni, hogy nap mindig süt. És a menny is így és van. És ez is az igazság. És ez is az igazság. És azt mutatta nekem, hogy az időt, azt nem nekünk találtak ide, nekünk valami kapaszkodó addig, amíg elveszettek vagyunk, mert annyira szükséges ez a kapaszkodás valamibe. És az idő is, ha nincsen ő, akkor ellenünk dolgozik. Mutatott nekem egy digitális órát, és azt mondja, az emberek addig, amíg nincsenek újjászületve, addig ahogyan villogott a digitális óra, és a kocsiba mutatta, hogy megy az idő, az, hogy az emberek tudat alatt a saját, mint a saját haláluk, halálos ítéletét várnák. De mihelyest világosságban vagy, akkor tudod, hogy ez az idő múlása irreleváns, mert nekünk csak örökké valóság van. Örökké valóság, azt mondja, hogy én vagyok a valóság. És akkor itt ugye megy tovább, és ugye ezért az ő bizonyságtétele valós, mert az Atya róla tesz bizonyságot, ő meg az Atyáról. És aztán meg jön majd a Szent Szellem, aki meg még megdurvítja az egészet, megszépíti, mert akkor meg hárman zárják körbe úgy az egészet, hogy kilophatatlan, hogyha tudjuk az igazságot. És itt a, ugye a magyarban nem tudom, hogy van, de itt azt mondja, mert én azt mondja, abszolút tudom, hogy ki vagyok. És ugyanazt használja angolban, aki én vagyok. Tehát mindig visszamegy oda. Vagyok. Aki én vagyok. Állandóan erről beszél. Azt mondja, de a farizeusoknak semmi elképzelése nincs arról, amiről én beszélek. És azok voltak a megmondó emberek. Azok alapján mehettek volna a dolgok, és le is uralták az egészet. Majdnem olyan, mint hogy a gonosznak segítettek volna be. Pláne, hogyha az Úr nevébe csinálják, akkor még rosszabb. Sokkal rosszabb. Gyilkos. Fájdalmas. És azt mondja, hogy és akkor meg mondja a felszabadítást, ami ha bemegy nekünk,
és itt jönnek tényleg mindenféle gyilkolással az emberek. És azt mondja, mert másokat a külső megjelenés alapján, azaz látás alapján, látszat alapján ítélik. A látszat az egy átmenet állandó, mindig, ha csak azt nézzük, hogy folyamatos átalakításban vagyunk, minden pillanatban megbírálhatóak vagyunk Krisztushoz képest. Minden pillanatban. Viszont Krisztus elkezdett benned dolgozni, és amit elkezdett, ő befejezi. Ez az a világosodás, ami be fog teljesedni, mert világosságot kaptunk, és aztán teljes világosság felé megyünk, ahol majd dél lesz, és ez az a jelenések könyve a legutolsó fejezet, legutolsó részében van, tehát kezdődik valahonnan, a bűnbeesésből, és az igazság beteljesedésével fejeződik be, mert azt mondja, hogy ott már nem lesz szükség senkire, aki világítson. Teljes dél már ott van. Teljes dél, de ez megvan nekünk, mint ahogy nem megy le a nap. És ezt mindenki saját maga attól függően, mennyire szánod magadat oda, mert ő nem fogja erőltetni, megismerni az igazságot, annál szabadabban tudsz már járni ebben. És ebben senki se szabad, hogy akadályozzon, nem szabad, hogy ítélgetve járjunk körbe. Magamat kell, kérek segítséget, hogy ne ez alapján járjak, mert ez állandóan ítél. Állandóan ítél. És ő meg azt mondja, és ez hatalmasan felszabadító, azt mondja, ők a világi megjelenés alapján, a külső megjelenés alapján, amiben fesztelje bukunk Krisztushoz képest, mert mindenki gagyi ő hozzá képest, ha úgy nézzük, ellenben ő úgy néz mi ránk, mint akit szeret. És ő nem, és azt mondja, de én természetes módon sosem ítélek ilyen módon. Mert én tudom az igazságot. Ez hatalmas. Tehát, hogyha minket is erre felszabadít, akkor valóban a világ örülni fog nekünk, hogy végre vannak olyan emberek, akikkel találkozunk, és sokszor nem hívők, akik már nem ítélnek, hanem elfogadnak úgy, ahogy vagy. És ez lényeges, ez nem azt jelenti, hogy ebbe akarsz maradni, de nem is te csinálod. Mert a dicsőség nem lehet az övé, hogyha nem ő az, aki munkálkodik benned. Tehát ebbe ez a gyönyörűség, hogy így aztán majdnem nem kell büszkének lenni rá, de mondhatod azt, hogy ide figyelj, ez vagyok ma, de ide figyelj, hogy Jézus munkálkodik bennem, holnap más leszek. És tudom, hogy más leszek. Ez hatalmas. Azt, hogy nem vagyok egyedül ebbe a bírálásomba, azaz, ugye azt mondja, én nem bírálok. Az igazság alapján nézek mindent, és nem vagyok ebbe egyedül, ebbe a fajta bírálatban, hanem az Atya is ugyanilyen. Tehát ő se bírál külső megjelenés alapján, és cselekedetek alapján. Mert azt mondja, az Atya és én ugyanazon a megértésen vagyunk mindenben, és elküldött engem hozzá. Ebbe valamit mutatott, amikor olvastam, hogy van ez a, hogyha ketten nem egyeznek meg, hogy mehetnek egy úton. Figyeljetek, ha kételkedünk, azt mondja az Atya és én egyet értésben vagyunk. Ha én kételkedek magamban, akkor nem vagyok magammal egyetértésben. Akkor nem megyek sehová. Ez fura, de lehetek egyetértésben magammal, és akkor már az meg fog történni. És ez fontos. És ő a kételkedés kivetésezé van itt a Szent Szellem, hogy ő elvezessen olyan igazságokra, ahol már nem fogok kételkedni, meg lesz a két tanú, és mehetek, és akkor be fog következni. Köszönöm. Ugye Jézus azt mondja, és azt, hogy azért igaz az ő bizonyságtétel, mert tudja, hogy honnan jött, és hová megy. Tehát ez, amit mondtál, hogy ő egy teljes önazonosságban volt, ő tudta, hogy kitől származik, és tudta, hogy miért van itt, és tudta, hogy hová fog menni. Így van. Mert mi önmagunkban nem tudunk egy helyes identitásban lenni, mert hát ez érted olyan, mint a pára, az embernek a szeretete, meg az, amit az ember átél, meg hol így érzi, hol úgy érzi magát. De hogyha van egy stabilitás, hogy én tudom, hogy kitől származom, tudom, hogy mi a célja a létezésemnek, mi a küldetésem, mi a feladatom, és hová megyek, akkor megvalósul az az egység, ami Jézusban volt. Tehát mi nekünk nem önmagunkban van az egységünk, mert az nagyon labilis, hanem a mi identitásunk, és Jézus is ezt mondja, én tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy hova megyek, ti veletek meg az a probléma, hogy nem tudjátok, hogy honnan jövök, és nem tudjátok, hogy hová megyek. Mert mi magatokról se tudjátok. Pontosan. A 15. vers azt mondja, hogy ti test szerint ítéltek. Ez az új fordítás úgy mondja, hogy emberi mérték szerint ítéltek. És azt mondja Jézus, én
nem ítélek senkit. Na most képzeljétek el ezt a szituációt, hogy ott vannak és állandóan mardossák, állandóan vitatkoznak vele, mindig ellene mondanak. És tudjátok, amikor az embernek ellene mondanak, most csak egy picit a családba például. Teljesen. Akkor egyből úgy azért följön benned az, hogy ez nem esett jól. Az önérzet. Az önérzeted úgy egyből feljön, és azt mondja Jézus, figyeljetek, hogy mennyire az atyát követi Jézus. Azt mondja, én nem ítélek senkit. És mit jelent ez, hogy az atya úgy küld el a fiút, hogy az atya se ítél senkit, hanem az a mérhetetlen szeretet, ami az atyában van, azt a fiú elkezdi kiközvetíteni. Mert azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte az ő fiát. Hogyha valaki hisz a fiúba, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És azt mondja ott Jézus, nem azért jöttem, hogy ítéljek, hanem azért, hogy megtartassatok általam. Tehát egyszerűen az atyának az akarata nem az volt. Figyeljetek ide, mindannyian menthetetlenek voltunk. Pál azt mondja, menthetetlen vagy te, ó ember, aki ítélkezel, mert amilyen ítélettel ítélkezel, te ugyanazzal fogsz ítéltetni. Jakab azt mondja, hogy dicsekedik az irgalmasság az ítélettel szemben. Tehát amikor irgalmas a szívünk, mint a mi mennyei atyánknak, azért legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Na most, amikor ez az irgalmasság eltölti a szívedet, akkor az atya szól belőled. Akkor, amikor ölelsz, akkor az atya ölel. És ezt hozza Jézus, és csak ez a vers úgy megragadott, hogy egy órát lehetne róla beszélni. Azt mondja, én nem ítélek. Ti emberileg ítélkeztek, de én nem ítélek senkit. Na most gondoljátok, a legnagyobb ítélet, akiben lehetett volna, az Isten fiába volt. És nem ítélt. És ez volt a nagyszerű benne. Erre mondja a Biblia, hogy olyan alázatos volt, hogy megalázta magát, a legmélyebb szintre megalázta, ezért az Isten fölemelte őt. De csak a Gyula beszélt itt az időről, meg hogy lemegy a nap. Figyelj, természetes szinten is, hogyha mondjuk nyugat fele repülsz, akkor nem megy le a nap, tehát körülbelül 1800-al repülsz, akkor nem megy le, mert mindig úgy vagy, hogy napos oldalon vagy. Most, hogyha ez természetes, és úgy, hogy te nem csinálsz közben semmit. Tehát nem te rohansz, hanem te csak ülsz a repülőn, ami visz. És ez nem gondolkodtam soha életemben, de gyakorlatilag, tehát tényleg, Az nagyon plasztikusan átélhetett, hogy a nap az folyamatosan süt. Csak kell valami, ami mindig ebbe a napsütésbe visz. Most nem a fizikai napsütésről van. Hogyha a Szent Szellem nem azt, hogy meglovagolod, de ráfekszel a vízre, akkor mindig a napos oldalon lehetsz. Mert attól még alhatsz, de szellemben is igazság az, hogy ilyeneket keres az Atya az ő imádjai. Szellemben igazság van, mert az Isten szellem imádják. És ez annyira jó dolog, hogy nem kell sose besötétedni, akkor van a sötétség, amikor földhöz ragad az ember. De hogyha rajta vagy, akkor az folyamatosan visz téged. Attól még lehet aludni, mert szerelmesének álmában ad eleget, tehát nem ez ellen, nagyon szeretek aludni, de ez már természetes szinten is csak egy ilyen kép volt. Ismét mondta azért nekik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem. És a ti bűneitekbe fogtok meghalni, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának azért a zsidók, avagy megöli én magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Itt meg kell álljak. Meg kell álljak. Miért mondják ezt, hogy talán megöli magát? Mennyire bizonyítja Jézus szavait? Azt mondja Jézus, ti az ördög atyától vagytok. Mi az ördögnek a tulajdonsága? Hogy lopjon, öljön, pusztítson. Miről beszélnek ők? Hogy meg akarja ölni magát. Tehát mi volt bennük? Az ördög fejezte ki magát. Miért beszélnek ők a halálról? Értitek, amikor Jézus az élet fejedelme. Jézus pont azért jött, hogy életet adjon nekünk, azt mondja János 10-ben majd, és bővölködjünk. Tehát bővölködjél. És ők azt mondják, hogy egyszer csak azt mondják, hogy meg akarja ölni magát. Pedig Jézus nem erről beszélt, ő csak azt mondja, hogy ti, ahova én megyek,
oda ti nem jöhettek. És erre ők azt találják ki, hogy hát ahova mi nem mehetünk, az biztos a halál. És a Jézus meg akarja ölni magát. Mert annyira sikertelen volt ez a Jézus, hogy hát most már véget kell vetni. Értitek? Szóval döbbenet. De ez számomra akkora kijelentés volt, hogy pontosan ezért beszéltek az ördögből. Mert a halálról beszélnek. Értitek? Nem az életről. Hát picit tovább olvassuk, akkor azért is még kiderülnek dolgok. Így van. Akkor olvassuk tovább. Erről nem. Ugye ott tartottunk, hogy én, ahova én megyek, ti nem jöttek oda, és erre mondták, hogy meg akarja ölni magát, hogy azt mondja, hogy ahova én megyek, ti nem jöttek oda. És akkor azt mondja Jézus, hogy ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok, ti ebből a világból valók vagytok, én nem vagyok ebből a világból való. Azért mondom nektek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Tehát itt, amit mond Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy a bűneiket rájuk verje, ő fölülről lejött az atyától, azért, hogyha valaki csak hinni tud ő benne, az megszabaduljon az alulvalóságtól, a földiességtől, a bűn hatalma alatt levő életből, és aki tud ő benne hinni, az szintén felül lesz, és nem ebből a világból való lesz. És ugye a János 17-ben azt mondja, hogy én ezekért könyörgöm, akik nem ebből a világból valók már. Tehát amikor ezért kulcskérdés az, hogy valaki tud-e hinni Jézusban, hogy ő az Isten fia, aki a Krisztus, aki lejött a mennyben, aki mennyből, aki meghalt, és aki feltámadt. Mert abban a pillanatban, amikor egy ember ezt az irracionális dolgot el tudja hinni, abban a pillanatban az Isten újjáteremti őt. Föntről születetté teszi. És amikor ez megtörténik, akkor beteljesedik azért az, amiért Jézus jött, hogy ezeket az embereket, akik a bűneikben halnak meg ő nélküle, és ezért mennek lefelé, ezeket az embereket, minket megváltott ő. És adott egy kiutat, egy menekülési utat nekünk a mennybe, az atyához. De úgy, hogy közben belül is megváltoztatott bennünket. Hogy bele azonos természetűvé tesz bennünket. Hogy belénk helyezi az ő szellemét. Tehát én azt szeretném mondani, hogy ennek az egész dolognak, amit Jézus mond, ennek az éle az, hogy higgyetek bennem. Nem az éle, hogy megrohadtok a bűneitekben, hanem az éle, hogy higgyetek bennem, mert akkor megszabadultok. Ugye a repülővel mehetsz, ha már nem a földhöz ragadsz, és tulajdonképpen erről beszél Jézus is. Hogy akkor azt mondja, mész tovább, és mész a repülőn. A repülőn még aludhatsz is úgy, hogy folyamatosan mész a világossággal, de aludhatsz közben, de már jó helyen vagy, mert a világ, bármikor kinyitod a szemedet, a világosságban vagy. Szóval most mi repülőn vagyunk, magyarul azt mondom. A Szent Szellem által az Úrra folyamatosan, és ez mindenkinek a saját... És folyton süt a nap. Folyton süt a nap, ez mindenkinek a saját dolga, hogy ebből mennyit aknáz már itt ki a földön. Nem másé, nem máshoz rohangálja ezért, mert már az alatt is elveszted azt az időt, amit te aknázhattál ki. Húzzad fel a repülőn a saját rolódat, azt nézzék ki. Jó? Nem a másnak a fénye kell, az atyáé. Jó? Tehát, és ez megy, és ez nem múlik már el? Sosem múlik el. Ez a repülő, ez örökre megy. Benne vagy. Már most elkezdhetted. Bár most. Ez az, ami el lett tőlünk lopva. És nagyon érdekes, mert még mindig... Várjál, Gyula, ezt még egyszer. Rajta vagyunk a repülőn, mert Krisztusban vagyunk. Így van. Ezért nekünk soha nem megy le a nap. Így van. Ezért folyamatosan süt ránk az Istennek az áldott szeretete a mennyből. Így van. És hogyha ebben maradunk, akkor olyanok vagyunk, mint a repülő, ami 180 km per óra. Nem 1800. Mindegy, szóval nagy sebességgel megy, és nem süt, nem kerül ki. Nem kerül ki a világosságból, hanem benne van a sötétségben, és még ha alszik, akkor is. Így van. Na, ezt most rögzítsük. Rögzítsük. Sőt, most jött még egy, hogy ez egy test, a repülőgép teste is, és a miénk is. Bármikor kinézhetsz ebből, és állandóan kapsz kijelentéseket, felhúzod a rolót, kinéz, és mindig kapsz valamit onnan. Kaphatsz valamit, mert már a tiéd a lehetőség.
De ez véges, a repülőd az véges, amiben utazol véges. Ez le fog rohadni egyszer rólad. De te mész tovább Krisztus miatt, örökké ebben a világosságban, sosem halsz meg. Ez nagyon fontos, és ezt visszabontva már, ez felszabadít téged úgy, hogy bármire képes vagy már itt a Földön is cselekedheted azt, amit az Atya neked eltervezett. És ez nagyon fontos, hogy nem néztem meg, hogy mit jelentett itt az apró betűs, de ugyanez jött, és utána néztem meg, mert itt azt mondja, hogy Jézus válaszolt nekik, tehát amiről beszélt, az kiderült, tehát nagyon minden részlet fontos volt, hogy mondjuk melyik teremben mondta és hol. Ezt Evelyn, te szereted nagyon így kielemezni, és ez tényleg csodálatos. Azt, amiket mondott Jézus a templomnak, amelyik minek volt az előképe? Saját magadnak. Saját magának, neki. Aki most már a mi testünk, a Szent Szellem temploma. Azt mondja, a kincstár teremben jelentette ki mindezeket. Azaz, az előkép volt, itt jelentette ki a kincseket. A mennyei kincseket nekünk. És erről tett kijelentést a templomba, maga a templom a mennyei kincsekről. És tulajdonképpen ez az egész, hogy a Feri elkezdte, ez az újjászületés szükségességéről szól, vagy különben nélkül szenvedve az ellopott létedbe, a testi mi voltodba fogsz meghalni. És nem fény nélkül. Fény nélkül fogsz meghalni, úgy, hogy közben már repülhetnél, és ez el van lopva tőled, felszállhatsz erre a repülőre, amíg abban a pillanatban indul el veled, akkor ébredsz rá igazából, mert ott ülsz, figyelj, amikor rajta vagyunk. Rá, rajta vagy. Jézus töltett. Csak nem mindig tudjuk, hogy rajta vagyunk, és azt gondoljuk, hogy lement a nap. Így van. Hogy az Isten szeretete megváltozott, de rajta vagyunk a repülőn, mert benne vagyunk az új teremtésben, benne vagyunk Krisztusban. A kérdés az, hogy ezt elhisszük-e? Hogy azt gondoljuk, hogy beborult az ég? Így van. Hogy ki van takarva az Isten így szeretete, van. Hogy nem süt? Mert nyavajákat. Az Isten szeretete állandó, csak a körülmények változnak. El kell húzni erről. Jó, és azt mondja... Eh? Ja, vissza a Márti. Hol van Márti? Ha mindegy, a Mártihoz, mert ő, akkor mondja te majd a Márti. Nem, csak annyi, hogy Jobb mondja azt, hogy én látom meg magamnak, és nem más. Tehát amikor a, tehát nem az van, hogy ja, XY, ne, én, az én rólómat én tudom felhúzni, mert az Úr adott erre egy mindent. És valóban, ahogyan a Márti kérdezte, hogy ahogyan nektek mondtam, mind ebbe a testi mi voltatokba, a bűneitekbe, ugye ami a testi lét, a cél, amelyik igazából egy leképzés, mert az csak egy manifestációja a mennek, ugye a teremtett világ, és nem a teremtés maga, amelyik sokkal nagyobb és teljesebb, mert ez időleges és pillanatnyi, a másik meg folyamatosan világ, és benne lehetsz bugyogva már a forrásban, már nem csak egy gyümölcsöket nézegetjük, és azt mondja, ez mind így történik, hogyha hogyha nem hiszitek azt el, hogy én vagyok, aki vagyok, és ugyanazzal írja, ugyanazokkal nagy betűkkel, mint ahogy Mózesnek mondta. Pont ugyanúgy. És ezt mind nem vették azok észre, akik csak a betűt, meg a ékes beszédet tudták tolni. Mások meg elkezdték megérteni, akik nem a szólói voltak, mert bement a szívükbe, ahogy az Emil mondta. Érted, de nem egy könnyű dolog ez, Gyulán. Hát, azért nem könnyű dolog, mert mi folyamatosan nem azt látjuk, a lovakat az. Nem ismerték a lovakat, de azt is látjuk folyton, hogy változnak az évszakok, változnak a napszakok, a természetes világban lemegy a nap, este sötét van, hideg van, tél van, aztán jön a tavasz, nyár, és gyönyörű szép, de nincs meg ez a fajta állandóság, mint amiről az Isten szeretete beszél. És ezért a mi testi érzékszerveink folyton azt közvetítik, hogy ez megbízhatatlan ez a dolog, mert most jön a tavasz, de jön az ősz, és újból meg fog dögleni minden. De az igaznak a világossága, ugye onnan indultunk, az a teljes délig megy. Így van. De nem megy lefelé, nem konyul. De ez egy más gondolkodás, mint az a gondolkodás, ami a természetes világunk, az konyul. Törekszünk, betegszünk, meghalunk, ott elmúlunk, ott mindenféle ilyenek történnek a természetes világban. És Isten azt mondja, hogy te már nem ebbe a természetes világba tartozol. És megújul az ifjúságod, mint a sasi, meg érted, meg az Sárának is visszahozta az ifjúságát, meg hát olyan dolgokat tud csinálni, hogy felül tudja írni. De azért tegyük hozzá,
hogy ez a Szentléleknek a bizonyságtétele nagyon kellene, mi ebben a testben ki vagyunk szolgáltatva nagyon csomó mindennek, ami az ellenkezőjét üvölti folyton. Aki azt mondja folyamatosan, hogy menjünk vissza Laci bizonyságához, hogy roló-roló húzd föl. Igen. Folyamatosan azt mondja. A Szent Szellem. A Szent Szellem. A test meg azt mondja, hogy húzd vissza, majd én megmondom, mi a kilátásod. Mi a kilátás? Talanság. Így van. Vagy már fogy az üzemanyag. Így van. Igen. Így van. Az igazak ösvénye, az ugye ott kezdődik minden, hogy Isten igazzá tett bennünket, ahogy a Klári és a Kriszti átélte. Mi is átéltük. Tehát csak az igazságba kezdődik minden. Akkor van világosság, különben sötétség van. Értitek? Mindegyikünknek úgy kezdődött, hogy beragyogott Krisztus az életünkbe. Azt mondja, kelj fel te, aki aluszol, és fölragyog neked a Krisztus. Egyébként csodálatos, hogy lemegy a nap, mert olyan a testünk, amiben vagyunk, figyeljetek, azt mondja Pál, ez még nem mennyei test, olyan a testünk, hogy miközben lefekszünk, minden sejtünk megújul. Azt mondja, este bánat száll be, reggel öröm. Lefekszel szomorúan, nem tudod, mi történik veled, fölkelsz, és tele vagy reménységgel, tele vagy élettel, tele vagy egy új nap jött, és már el is felejtetted, hogy mi volt az éjszaka, meg este, hogy bánattal feküdtél le, mert ezt mondja a Biblia. Tehát megújít bennünket, még a porcikáinkat, a csontjainkat is, mindent megújít az Isten, és ezért kitalálta, mivel ebbe a testbe vagyunk, hogy le kell feküdnünk, és meg kell nyugodnunk, és abban 8 órában megnyugszol, vagy 6-ba, vagy kihányba, és elalszol, és elmondták a testvérek, hogy nem tudtak aludni, már fél éve nem tudta Kriszti aludni. Mit gondoltok, miért? Vagy évek óta? 10 éve. Mit gondoltok, miért? Borzasztó dolog, amikor nem tudunk aludni. Egy gyötrelem. Azért, mert Isten kitalálta, azt mondja, hogy békességbe fekszem le, és legott elalszom. Jó van, nem ők ez igaz, de ennél van jobb. Én is szeretek aludni, nem arról beszélek. Meg szeretem ezt a földi életet, de ennél van jobb. Mert a mi számunkra elkészített életforma az az, hogy az Isten világossága folyamatosan világít, az Isten szeretete folyamatosan világít, a mennyben nem lesz nappal és éjszaka, a mennyben nem fogunk elfáradni, nem kell lefeküdni, aludni, ez a gyalázatos testből dicsőséges lesz, halandóból halhatatlan lesz, tehát az Isten ezt át fogja változtatni. Mert ő, tehát mi most itt be vagyunk helyezve az idő alatti korszakba, ez is már egy hülye szó, igen, korszak, igen. És Isten pedig az örökké vagyok. Igen. És ő az örökké valóságban van. És mi bennünk van egy olyan belső ember, egy krisztusi ember, a Szent Szellemnek az embere, amelyik az örökké valóságban van, ő azzal kompatibilis, azzal működik. De nekünk meg a testünket le kell fektetni, aludni, mert különben tönkre megy. Meg nekünk alkalmazkodnunk kell az időjáráshoz, a mindenféle földi idő alatt levő körülményekhez. De közben bennünk az örökké valónak a szelleme él. És oda von. Kívánkozunk. És gondolj bele, amikor Mózes fölment 40 napig a hegyre, és nem evett, nem ivott, föl volt függesztve a természetes létezésnek minden. És Jézus is, amikor 40 napig ott volt a sivatagban. És végre megéhezik azt. És 40 nap után, igen. Végre megéhezik. De akkor ez működött, akkor ez az örökké való természet működött. Igen. Na most nekünk ez itt csak rész szerint adatik, illetőleg azt gondolom most, hogy amennyire a Szent Szellemmel hajhaj, így van. Tudunk együtt működni, úgy tudjuk ezeket a korlátokat így van. Feszegetni. Feszegetni. Igen. Úgy tudunk ő általa átlépni ezeken a korlátokon, az elménk, a szívünk, a lelkünk, és aztán a testünk is valamelyest tud belehelyezkedni abba, hogy mi örökké valóságra teremtett lények vagyunk már, nem a földire, nem ehhez a világhoz tartozunk, de hát ugyanakkor meg el kell menni fogadmosni, értitek? Igen. Meg, hogy, meg minden alkalommal, amikor meglátogatjuk azt a félelső helységet, akkor megemlékezünk arról, hogy ez egy gyalázatos test azért. És milyen borzalmas lenne, nem tudnánk.
elintézni ott a dolgunkat. Jaj, szóval az egész dolog alá van vetve egy olyannak, ami nem a tökéletesség, de még az a nem a tökéletesség is, ami a bűn miatt lett ilyen tökéletes, még ez is nagyon jó, mert él. Igen. De az életnek van egy magasabb szintje, ahol sosem megy le a nap. És ebből mi rész szerint már kaptunk egy kicsikét. Bocs, ezért mondja Pál, hogy sóhajtozom, hogy ebből a testből kimenjek már. Képzeljétek, micsoda látása volt Pálnak a mennyről. Azt mondja Jézus, hogy ezeket nem tudjátok elhordozni, nem tudom elmondani, és akkor kinek jelenti ki a Szent Szellem? Jön egy ember, egy kicsi ember, egy kis zsidó ember, aki még csak nem is ékes szóló, hanem dadogos, vagy nem tudjuk, hogy dadogos-e volt, de nem volt Apollós. Apollós volt az ékes szóló Pálnak, nehéz volt a nehezen... Igen, nehéz volt, nem tudott, viszont iszonyú kijelentése volt. És azt mondja, hogy már sóhajtozom, mert annyira jó lenne már ebből a testből kikerülni. Mert volt mennyei látás, amiről mi most beszélünk, hogy milyen ott fönt. A lapszintes a szellemnek nem kell aludni, csak a testünknek kell aludni. Pontosan. Tehát a szellem az, az kész. Azért nagyon nem mindegy, hogy mivel fekszik. A szellem fekszik. Kész a test előtt. Igen, pontosan. Hogy mivel pontosan. Fekszik le az ember. Mert amikor nem, mert a tudatunknál vagyunk, egy-két dolgot, azt le tudunk értelemmel kezelni. Az igazi, nem ez, de mégis. De hogyha ha megalszunk, akkor az értelmünk az amint a nyelveken szólásnál, addig, amíg nem jön a kijelentés, az gyümölcstelen. De hogyha ha úgy lépünk át az alvásba, vagy hogy mondja, érted, nem... Tehát nem valami dzsungából nézed a tévét. Nem valami olyan balszom, nem mert a szellem az dolgozik, meg amúgy is feldolgozik. Ugye ezt most a nem hívő résznél a tudat alattinak mondja. Tehát az nagy károkat tud tenni reggelre, hogyha olyanokat táplálunk bele. Tehát amit megeszünk, mindenhogyan, az ott van benn. Tehát nem mindegy, hogy mit engedünk be. Azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, ugye a szívbe is, hát fülszem, ezeken a kapukon, meg a száj megy be minden. Mert azt mondja, nem ez fertőzteti meg az embert, amit megeszik, hanem a szájából kijön, nem ami bemegy. Na most, hogyha jó dolgok jönnek ki, akkor azok a jó dolgok itt bemennek. Vagy a látványba is. Az átkoknál ott volt az Ószövetségben, hogy megzavarodsz, megbolondulsz a látványtól, amit látnak a szemeid. Tehát azért szövetséget kötök a szemeimbe, nem csak azért, hogy asszonyra gonosz kívánságok helyett nem tekintek, hanem bizonyos képektől jó megmenekülni, tehát akár az utcán, akárhol. Nem mindent tudsz kikerülni, de nem mindegy, hogy mi kapaszkodik bele az agyadba, a gondolkodásodba. És mert a szellemet lassítani akarja. Ezek azok a magaslatok, okoskodások, amiket szellemi fegyverek, ezekkel lehet lerombolni, hogy szabadon tudjon áradni. Hogyha alszunk is, akkor is a szellem megy. Azért mondja, hogy még éjjel is oktatnak a vesény. Így van. Így van. Nem értettem. Jó, hogy a vesék azok tudják. Sose nem értettem, mi az, hogy... Melyik volt? Még éjjel is oktatnak a vesény, mondja Dávid. Egyszer megkérdeztem a Görbiz, Tomi, mi ez? Mire gondol itt az Isten? Nem biztos befogadni. És akkor azt mondja a Görbiz, hogy vannak olyan szerveink, amik nem tudnak megállni. Soha. És a vese is egy ilyen kiválasztó, a szív is nem tud megállni. A gondolatodnak le kell nyugodni, pihenni kell. De a szíved, igen, izmod ellazul, mert meg kell újuljon, értitek? De a vese, a szív, meg vannak olyan szerveink, amik nem tudnak. És Dávid fölismeri, és azt mondja, hogy még az éjjel is oktatnak a veséim. Mert ez érdekelt engem, hogy hát akkor oktasson már a vesém már engem, hogyha már elő van szó, hát szeretném már, hogy okosabb legyek, bölcsebb legyek. Ami nekem egy érdekes gondolat egyébként, még nem jutottam oda, ahova szeretnék, mert van benne sok, hogy ugye beszélünk erről, hogy van itt ez a földi élet, meg belénk öltözött egy másik, és ugye Pál azt mondja, hogy már most, jelen pillanatban ugye fel vagyok ültetve ott Krisztussal, hogy akkor ez... Igen. Hogy lehet azt megragadni, hogy a szellemem, nyilván ha Isten szelleme ugye mindenhol ott tud lenni, akkor a szellemnek ez a tulajdonsága, tehát az enyém is ott is van, egyszerre meg ott is van. Így van. Tehát ha sikerülne itt ezt a szemet becsukni, azt meg kinyitni, akkor lehet, hogy nagyon jó dolgokat tudna az ember látni és áthozni, hogy ez ennek mi a módja, nyilván most el tudom mondani, és az imádkozás, meg a bőjt, meg a stb. De hogy gyakorlatban tényleg, hogy ez... Igen, nagyon foglalkoztat, hogy ilyen nap már meg a személyünk, mint ahogy ott Elizeus mondja, hogy
számára, meg szegényt, hogy lássa, hogy mi van. Hogy a valóságot lássa. Hogy a valóságot lássa. Erről hallottam egy bizonyságot, tehát nagyon komolyan mondta. Azt mondja, lefekvés előtt például, nem törvényből, de azt mondja, imádkozom mondjuk egy órát nyelveken. Nem tudhatod, hogy a szellemedet hova viszi az Úr közbe. És nem tudhatod, hogy mi lenne, ha nem azt csinálnád, nem a csináláson van a hangsúly, hanem egy ilyen szellemi mozgásba alszol bele, és lehet, hogy az szépen folytatódik. Ilyen bizonyságokat hallottuk, nem tudjuk egyiket se leellenőrizni, a gyümölcseit láthatod, egyes embereket, de ez nagyon érdekes dolog, hogy mi van, hogyha akkor az Úr úgy elragad, addig, és úgy megfrissülsz reggelre, sokkal jobban, mint amikor egy sima alvástól lenne, pláne, mint hogyha valami... Csak azért ragadt el, mert egy órát imádkozott nyelvek? Nem, csak azt mondja, hogy nyilván... nem, hát... Hát csak kérdezem. Igen, de nagyon nagy haszta volt. Én például pont a múlt héten volt, van most az a hét, vagy előtte, már nem tudom, egy ilyen, egyébként pont egy ilyen tapasztalásom, hogy sokszor van, nem sokszor, de van, bőven megesik, hogy mindegy, én ilyen vagyok, még az Úrral is introvertált, nincs mit mondjak sokszor, és azért nyelveken imádkozom. Tehát így szeretnék, de mit tudom én, és akkor imádkozom. És pont a valamelyik nap volt, már nem tudom, hogy most múlt hét vagy előtte, hogy olyan jelenlétre ébredtem föl, tehát énekeltem egy dicséretet, abból, de teljesen, tehát az átéléssel, tehát amikor érzed a testeden is, amit beszéltél, hogy érzed. Nem csak belül érzed, hanem érzed. És egy ilyen, fú, tényleg, annyira földön túl, sajnos fölébredtem. Tehát, hogy úgy aludtam egyébként, hogy tudtam magamról, tehát tudtam, hogy most alszok, tehát érdekes. Tehát nem úgy, hogy azt álmodtam, hanem hogy az állam is ébrenlét közti állapot, nem mindegy, úgyhogy ez egy nagyon... Ez csak annyi, mint tudod, kéne, hogy egész kéne éjszaka akarsz haladni. Menni az autóddal. Akkor nagyobb esélyed van, hogyha teli tankolsz. Csak ennyi, csak ilyen elven. Aztán, igen, hogy a megvalósítás az hogy történik, nem tudom, de hogy jobb gondolatokkal alszik el. Hogy nem Pál nem véletlen mondta, hogy csak amik tiszták, azokon gondolkozhatok, amik igazak. Igen, mert az úr ugyanúgy szeret, de hát hogyha te az összes nyomoron gondolkozol, az összes problémán, az összes keserűségen, akkor más lesz. Ebben a dologban úgy gondolom, hogy az Isten azt csinál, amit ő akar. Hát aztán csak pillanat. Arra figyelj. Úgy értem ezt, hogy mi nem tudjuk a bőtölésünkkel és az imádkozásunkkal és a nyelveken szólásunkkal és a fegyelmezett életmódunkkal rábírni Istent arra, hogy egy elragadtatásban részesítsen, de az elképzelhető, és sokkal inkább így képzelem én el, hogy az Isten szelleme arra inspirál engem, vagy téged, hogy most egy órán át ő vele vagyok és imádkozom, és nyelveken imádkozom, mert egyszerűen jó, mert élvezem a vele való közösséget, nem dolgozom, nem hogy is aztán majd elvezem, és azt az Isten felhasználja arra, mert egyébként is úgy gondolja, hogy na, én most ezt a Klaudiát meglátogatom éjszaka, és puff, és akkor így. És akkor ez egyébként, hogyha nem csinálja, akkor is, hogyha az Isten elhatározta. Hát nyilván, de... Ott volt ez a Saul nevű rabbi, mentett a damaszkuszi úton, hát ő neki eszébe nem jutott az, hogy majd itt neki nyílt látomásban megjelenik a maga az Úr Jézus Krisztus, és így hallható hangon odaszól neki, és akkor érted, megvakul. Hát eszébe nem jutott hasonló sem. Az Úr eldöntötte, Saul! Igen, gyere. De ugyanakkor szerintem, amiről itt beszélünk, az igen, nem az, hogy az Úrat ráveszünk, hogy süssön a nap, hanem pont abból a felismerésből, hogy várjunk már picit, ha mindig süt a nap, akkor én felhúzom a rolót. És ez a roló felhúzás, ami a bőjt meg az ima, tehát nem az Istent én nem motiválom semmire. Hát ez az. Nem tudom, mert nem is kell, mert annál jobban nem tud szeretni te mennyire. Csak magamat motiválom, hogy lecsendesedjék. Igen, ezt elfogadom. Mi az angolban tök jó, mert a listen meg a silent, ugye az ugyanazból a szavakból, vagy betűből. Picit hagyj vitatkozzak. Tudod, mikben motiválod Istent? Van két gyönyörű unokám a Gabikától. És amikor rámosolyog az a gyerek, akkor én elolvadok. És amikor még azt mondja, hogy api szeretlek, és átölel, én semmit nem tettem azért a söpségért, de én elolvadok. Na most mivel motiválom én az atyát? Rámosolygok. És mondom, hogy Daddy, köszönöm, hálás vagyok mindenért, érted? Így fekszem le, így kelek föl, ebbe vagyok. Egyébként nem nagyon érdekes, amiről beszélünk, hogy figyeljetek ide, Jézus elalszik. A legnagyobb vihar közepette. Hát akkor nincs világosság az Úrba? Most itt, amiről beszélgetünk, értitek? Hogy tud elaludni Jézus
legnagyobb vihar közepette. Neki ez nem így. Elalszik, figyelj, és még jön a Péter, meg a többi is, megdorgálja, hogy mester, Isten, hát nem veszed észre, hogy most éppen meghalunk, és te itt alszol, és akkor Jézus felébred, megdorgálja. És várj, és akkor is mit mond gyerekek, azt mondja, hogy ó, ti kicsiny hitűek. Hogy van az, hogy nem hisztek? Hogy van az, hogy nem? Éppen most 5000 ember. Nem látjátok, hogy megyünk, nyitva van a mellett. Igen, de ő alszik, érted? Tehát ez a fantasztikus, hogy aludhatsz, ébre lehetsz, tök mindegy, mit csinálsz, ő szerelmes beléd. És azzal motiválod őt, hogy rámosolyogsz. Sokszor nem, ezen gondolkoztam, azt mondja Pál, Filippi 4:4, ismét mondom, örüljetek. Mindenkor. Örüljetek az Úrban mindenkor. Akkor most ezt hogy kell csinálni? Most én fölgerjeztem magamba? Örülök, érted, amikor marha kellemetlen dolgok vannak az életemben, hogy tudok örülni? De mégis azt mondja, hogy örülj. És akkor én, amiről most beszélünk, én megélem mostanában nagyon keveset alszom, nem tudom, tehát nehezebbek az éjszakáim. Azért olyan voltam, egy mondat közben elaludtam, tehát beszélgettünk a feleségemmel, és belealudtam a mondatba. Meghívas lehet. Tehát, értitek, letettem a fejem, és egy másodperc. Én ezt kell róla, másod... 20 évvel ezelőttről is. És most órákat forgolódok. És amiről a fiam beszél, a Gabi, pontosan azt élem meg, hogy amikor már nem tudok mit csinálni, nyelveken imádkozok, és belealszom. Igen. Belealszom. És egyszerűen valahogy a szellem segítség által lenyugszik a test. Te, Enőke, te tudtad ezt már, emlékszem, ez a Korándi tónál is, a Prédikátor könyvéről beszéltem, bement a sátorba, hogy elaltassa az ecsikét. Három éves volt. És amikor beszéltem a Prédikátor könyvéről, hogy felettem egy hiába valóság, minden egyéb, és elkezdett a sátor így mozogni, mert Emil elaltatta az ecsik. Napközben. Én elaludtam, Evcsike játszott, értitek? És mondja a Feri, hogy mi ez a fertelmes horkolás. Hát én nagyon jól tartottam. Meleg volt a sátorban, nyár volt, 30 fok, és én olyan gyorsan bealudtam, hogy a kislányom meg nem aludt. Na de ez azért jó, hogy egyébként már most visszatérve ide, hogyha nem tudsz elaludni, mert az ördög bosszant, szegény mi akkor se tud mit csinálni, mert akkor, hát akkor nyelveken imádkozunk. Tehát, hogy igen. Érted, jön az, hogy na elvegye az alvásidődet, de még akkor is épülsz. Igen. Egy másik dolog, ami érdekes, hogy amit Jézus mondott a kútnál, hogy van nekem ugye eredelem, amit igen. Nem tudtok. Tehát, hogy konkrétan azzal, hogy ő az Isten akaratát tette, attól a teste is megelégedett. Tehát, hogy valamilyen módon, amit nem értünk, igen. De a fizikai testére is hat az, és nyilván ez volt, amikor Mózes is föl volt 40 napig, akkor emlékszem, hogy lerobbanva érkezett meg. Nem, hát adjuk ott az arc. Fény lett, nem látták. Olyan volt az arc, mint egy napsütne. Igen, nem tudták nézni. Tehát olyan, mint Jézusnak is ugye a hegyen. Tehát nem aludt sokszor, vagy nagyon, nem tudjuk, igen. Egy-egy órát, és mégis egész jól bírta a következő napot a 40 fokban. Tehát, hogy még a testre is olyan hatása van az Isten jelenlétének, hogy konzerválja. Ez, igen. Ahogyan mondtad, ugye megjelent Saulnak, meg sok mindenkinek ugye rendelt idő és hely szerint. De ugye Jézus azt mondta, hogy nagyobb van itt. Tehát nekünk Jézus után ugyanazt azt mondja, egyik fordításban azt mondja, hogy nem ment föl a mennybe senki sem, csak aki onnan lejött és most is ott van. Tehát Jézus a mennyből szolgált. Mi bennünk is van ez a kettősség. Azt mondja, hogy aki hozzám jön, ezen az ajtón bemegy, az kibejárkálhat és dúslegelőket találhat. Okay. Tehát ezek mind nekünk lehetőségek. Tehát nekünk lehetőségeink vannak, és tényleg azt kerülni kell, és ezt nem is lehet, tehát XY után nem lehet leutánozni. Példát mutatunk, amit elmondjuk, mint bizonyságot, mert bizonyságtevők vagyunk, hogy nekünk abban a pillanatban mi segített ahhoz esetleg. Igen. Ez fontos, viszont ki lehet belőle venni a szellemi igazságot, ami mögötte van. Például ugye én, amikor közeledtem, velem az úr tette meg, hogy ugye 4 éven keresztül 40 napot böjtöltem, de másokból kifolyólag. Ő tudta, hogy mit kell csinálnia. Ő tudta. Viszont ugye azt mondta, hogy megdorgálta őket, hogy miért nem tudták meggyógyítani.
Azt mondja, mert a hitetek miatt. És azt mondja, a hitetlenségetek miatt. Igen. És azt mondja, ez hogyan megy el? Sehogy máshogy nincsen, bőt és ima által. Az imádság az a szellemben lét, a szellemi kapcsolat az atyával, a bőt pedig a meggyengítése ennek, és földi ez a kettő termés, egymás, a egymás termés, ellen dolgozik. Tehát, hogyha téged indít az Úr, mert de ez csak, hogyha indítás alapján, és nem úgy, hogy ezt sanyargatod, mert akkor még mindig a másik, másikra nem, a másik az nem. Hogyha ezt csak sanyargatod, abból nem lesz. Abból se, hogyha nem nézek el sehová, nem szabad néznem, mert akkor baj van, akkor nem jó, nem szabad néznem. Akkor még mindig nem az igen működik, hanem a nemek, az a törvény, azzal nem fog működni semmi sem. Egyébként hogy... én nem leszek szimpatikus senkinek. De nem. És ezt a kereszténységet nem kívánja meg senki. Nem, meg hitetlenséget is abszolút. Mutat. Viszont, amikor már működik a szellemed, és megélted egy párszor annak az ízét, hogy mit okozott a bőt, vagy bármi, amelyik olyan, mint egy ilyen bebikázás, akkor már, mint a lépes méz, megérzed a Szent Szellemben létet, a vele való utazást, és akkor már erre fókuszálsz, akkor már nem kell azt mondani, hogy mit nem, mert amit igen, elviszi a tekintetedet, és az nem csak fölment a hegyre, ezek mindig konkrétan fizikai dolgok is, és szellemiek is. Te fölment a magasságba, fölment a mennybe, ez benned is van. Hogyha fölmész és vele vagy, akkor olyan, ha már jó mozinál, vagy valamit nézel, vagy egy jó meccset, hogy visszanézünk, akkor figyelj, az alatt hogy nem vagy éhes, és nem akarsz kimenni pisilni. Azért, mert a tested elkezd korlátozottan működni, nem arra figyelsz. Amikor szellembe vagy, nem a testi igényeidre figyelsz. És ez a lényeg. És még épül is, mert valami átjön a szellem lélek testen keresztül, hogy Mózes fönn volt, és ez a jó, mert én is mielőtt újjászülettem volna, én mindent megpróbáltam. Én megpróbáltam. Így nem menni, úgy nem menni. A paleolit táplálkozás, az ilyen evés, a nem evés, a növényevés, a minden evés. Tudjátok, mi van jó effektus? Mert megszorítod, és ezért nem működik a vallásos bőt. Megszorítod, és utána nem megy be semmi is a helyére, többet magával megy vissza, úgyhogy bemegyek a spejzbe, azt tolok be mindent, többszörösen, mint amit előtte lekorlátoztam. De hogyha be tud menni helyére az, vagy meg tud eleveredni, föl tud magas, akkor viszont már nem gondolsz a kajára. Nem azért, mert az nem jó, de abba a viszonyodba vagy, amelyik értékesebb, amelyik jobb, és akkor már azt veszed észre, hogy nem akarsz enni, nem vagy szomjas, mert abban a világodban vagy abban. Van nekem eledelem, amit ti nem tudtok. Így van. Éhes volt Jézus, és azt mondja, van nekem eledelem, hozták a tanítványok a finom kaját, és közben ő már jól lakott, hogy a nővel beszélgetett. Tehát mit tudom én, az, hogy fönnmarad éjjel az Úrral lenni, hogy ezt valaki megpróbálja, ha nincs vezetésben, akkor ki, igen. Viszont lehet az, hogy valaki több napig természet fölötti módon elvon az atyának a csodálatába, és nem, hogy megsínlené a teste, ahogy Mózesnél. Mert ha Mózesnál lehetett, akkor nekünk annál inkább, mert mi újjá vagyunk születve, folyamatosan lehetünk benne, és nem fog gyengülni, hanem még hiszem azt, hogy még csodák is érnek minket a hegyen. Kinő a fogad, megszűnik a rák, meggyógyulsz mindenből ebbe a jelenlétbe. Mert ebben nem az a dimenzió működik. A másik meg, amiről beszéltünk, hogy egyébként meg ez a test nem tudja még elhordozni a folyamatos világosságban létet. Tehát azért adta még azt minden a javunkra, bár minden jóként csinált, azt, hogy jó, az ördög bemennek, te nem baj, akkor lepihentek, éjjel hozzátok férek. Éjjel nem gondolkodsz, akkor ki hozzád férek. Nappal kéne úgy viselkednünk, mint ahogy éjjel alszunk, hogy nem nyúlunk bele. Többet aludni. Vagy nappal kéne aludt testi létbe lenni, és szellemi létbe lenni ébren. És a testünket meg... De ez bemegy, és éjjel lefekszel, akkor regenerálódsz, és még ezzel is segíti. Még ezzel is segíti. A test egyébként a földnek van egy hullámzása. Itt még nem tudná elviselni. De hogyha valaki már abba van, és az Úr van a szeme előtt, és ő jelenlétében, az ő világosságában vagy, akkor viszont nem mondhatja senki se neked, hogy hát de azért most már azért vigyázzál. Azzal bevisz egy kételyt és félelmet. Nem, az én vezetésem nem a te vezetésed. A te vezetésed nem az én vezetésem, mert nagyon oda kell figyelni és tiszteletbe tartani, ezt tartsátok a másikat különnek. Ez erről is szól. Én csak csodálom azt és inspirál engem. És egyébként az atya megadja a választ, nem azért, mert kitekerjük a kezét, mégiscsak van ott valami, és nálam se úgy működik, amikor megyek lefelé, mutatok, és tószegre, és akkor jött ez a nappalos dolog, és vezetek. És mégis látom ott.
kaptam ezt a látást. Nem azért meggörcsöltem rajta, hanem ott jött, de egyébként biztos vagyok benne, hogyha minél többet csodálod őt, annál jobban ismered őt, minél jobban ismered őt, annál inkább többször fogod meglátni azt, és akkor ott már magad is jobban fókuszálni arra, hogy kinézhetsz, és nem a belső kamerát nézed a gépen. Én még csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, hogy nyugi. Úgy értem ezt, hogy bennünk van. Így van. Tehát én nekem nem kell ahhoz figyelmeztetnem magamat, hogy Istenre figyeljek. Tehát én amikor fölkelek, az első gondolatom ő. Mikor lefekszem, az utolsó gondolatom... Ez lehet, hogy nem így volt a legelején nálad. Ez, nem tudom, már nem emlékszem rá, hogy hogy volt a legelején, de egyszerűen vele vagyok folyton, meg ő a gondolatom, mindig ott van. Nem kell ehhez nekem magamat megerőszakolnom, meg erőfeszítést tennem, hogy... És figyelj, olyan emberek, akik újjászülettek, és bennük van a Szent Szellem, és rohadtul el van keseredve, meg minden baja van, és azon veszi észre magát, és éppen az Istennek is olyanokat mond, hogy csalódtam benned, meg úgy, meg hogy, meg mint, és azon veszi észre magát, hogy dicséri Istent, hogy énekel belül Istennek. Azon veszi észre magát, hogy eszébe jutott olyan, a Szentlélek eszébe jutott olyan bibliai részeket, hogy hát igen, a Jónás is azt mondta, hogy haragszom, mint halálig. Akkor én is úgy, mint a Jónás, érted? De a kapcsolat ott van. Tehát én csak azt akarom mondani ezzel, hogy igazatok van, meg kell erőtleníteni a földi természetet, a bőjtel és az imával, teljesen egyetértek vele, magam is ebben meg akarok újulni, meg tovább akarok menni, de én legfőképpen arra támaszkodom, vagy szeretnék támaszkodni, hogy még az akarás is ő műveli bennem, és hogy ő folyamatosan adja ezt. Tehát igen, tudom, hogy erőfeszítést kell tenni, én csak azért jelzem, hogy ez az erőfeszítés nehogy átváltson erőlködésben. Nem, ez fontos. Nem. Mert akkor az egész teljesen kell. A fókusz a fontosabb, amiről beszélsz. A fókusz az fontosabb. És ahhoz az erőfeszítés azért van, hogy bemenjünk a... Mert van olyan, hogy az ember éppen nagyon erőfeszítéseket tesz, jó értelemben erőfeszítéseket tesz, én is teszek erőfeszítéseket, semmi nem történik. Igen. És van olyan, hogy semmiféle erőfeszítést nem teszek, hanem éppen úgy vagyok, nem érdekel, majd csak lesz valami, az Úr velem van, bennem van, értem van, én az övé vagyok, és megyek, és bum, jön a Szentlélek is. És akkor szól, amikor a legkevésbé várnám, és akkor tölt be, amikor abszolút nem érdemlem meg, és nem tettem érte semmit, egyszerűen azért, mert ő szeret, és az apánk is jó. Meg akar a Szent Szellem minket tanítani, azért jött, hogy ő vele járjunk, hogy ne a kaján gondolkozz, hanem az Istenen. Ne az alváson, ne azon gondolkozz, hogy gyötrödni fogsz, hanem azon gondolkozz, hogy ő az én oltalmam. És azt mondja, hogy gyönyörködjél benne, és megadja a szíved kérését. Tehát értitek, bármilyen testhelyzetben vagyunk, azt mondja, akár eszünk, akár iszunk, akár ébren vagyunk, akár fekszünk. Bármit csinálunk, csak az övé vagyunk. Hogyha ebbe megnyugszik a te lelked, akkor mindig építeni fog a Szent Szellem. Meg vagyok róla győződve, hogy egy olyan csodálatos szellemet vettünk, gyerekek. Ez fog bennünket elvezetni a mennyei találkozáshoz. Ez állandóan azt mondja bennünk, hogy jövel Uram Jézus. A test ide köt. A szellem viszont azt mondja, hogy jobb az Úrral lenni, mondja Pál, mint ebbe a testbe lenni. De azt mondja, most mégis itt kell lenni, itt vagyunk. Most teljes, miattatok, teljes szívből tegyük azt, hogy itt vagyunk. Szeressük egymást, mert holnap, ahogy mondta, maiak vagyunk. Ma tudom szeretni a szeretteimet, meg a világot, meg mindenkit. És ez volt fantasztikus Jézusban, hogy gondold el, hogy ha téged az álmodból kiráznak valami nagyon hülye dolog miatt, mondjuk valami nagy gond van, mi jön ki belőled? Jézusból azonnal megnyugtatta a tanítványokat. Azonnal fölrángatták, mester, elveszünk. Hát nem így. Csak így. Mester, nem gondolta, elveszünk. Ott volt, gondoljátok, a hisztéria, pánik, minden közben, óriási vihar, érted, ott volt 1000 démon, hogy
kicsinálja őket. Jézus fölébred, és megnyugtatja őket. Mert mi volt az álmában is? Az atyával volt. Az álmában is, ő maga volt a szeretet. Ő neki nem kellett gyorsan betöltekezni szeretettel, mint nekünk néha be kell töltekezni, hogyha ránézek a szomszédra, mert különben nagyon nem tudom szeretni, kell, hogy segítsen az Úr, de ő neki nem kellett. Ő szeretett, maga volt a szeretet. Na hát ezzel szeretném befejezni, hogy bárhol vagytok, drágáim, az Isten szeretete bennetek él. Ti az övéi vagytok, szerelmesei vagytok Jézusnak.